Maga a történet 2023. július 13-án késő este indul, amikor a budapesti rendőrfőkapitányságra bejelentés érkezik. Kollégáim a bejelentéstől számított, a riasztástól számított 6 percen belül a helyszínre is értek, és a Véső utca egyik társasházának egyik lakásában holtan találtak egy 27 éves nőt. Tekintettel arra, mivel már a kiérkezéskor szembetűnő volt az idegenkezűség, ezért a budapesti rendőrfőkapitányság emberölés büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást, a rendőrök megkezdték a szemle végrehajtását, és már a szemle alatt látókörünkbe került egy 35 éves férfi, aki ellen elfogató parancsot bocsájtottunk ki, ellene hajtóvadászatot indítottunk, és a budapesti rendőrfőkapitányság rendőrei egy emberként keresték a férfit. Július 18-án dél körül érkezett bejelentés a budapesti rendőrfőkapitányságra, hogy a keresett férfit 3. kerületben a római parton látták. Több rendőri egység is azonnal a helyszínre sietett, kiemelném például a budapesti rendőrfőkapitányság zseblopási alosztályának munkatársait, a célkörözési osztály nyomozóit, a bűnügyi bevetési osztály nyomozóit és a kerületi járőrök is azonnal a helyszínre mentek, és megkezdték az adott terület szisztematikus átkutatását. Ennek eredményeként a bűnügyi bevetési osztály nyomozói 12 óra 50 perckor a keresett férfit megtalálták, sérülésmentesen elfogták, és előállították a budapesti rendőrfőkapitányságra, ahol az életvédelmi nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. Kihallgatásának végén őrizetbe vettük, és előterjesztést teszünk letartóztatásának indítványozására is. A férfi a kihallgatásán elmondta, hogy a bűncselekményt követően akvinkum érintésével az északi vasúti összekötő hídra ment fel, öngyilkos akart lenni, többször is gondolt az öngyilkosságra, azonban ezt nem tette meg. Azt is elmondta kihallgatásán, hogy a bűncselekmény óta eltelt napokban egy az elfogásához közeli romos épületben bujkált. Kihallgatásán egyébként a bűncselekmény elkövetését beismerte, és teljes körű, feltáró, beismerő vallomást tett. A Doorstep tájékoztatót egy megdöbbentő részlettel szeretném zárni, mégpedig azzal, hogy a férfi kihallgatásán azt is elmondta, hogy amikor a bűncselekményt elkövette, és elmenekült a lakásból, akkor az utcára kilépve azt észlelte, hogy esik az eső, ezért abba a lakásba, ahol az áldozat még ott volt, visszament, magához vett egy esernyőt, és úgy hagyta el a lakást.